Alig ha véletlen, hogy a bútoráruház most állt ki az LMBTQ közösség mellett ismeretes, tegnap szintet lépett a kormány homofób kampánya, amikor Kövér László egyrészt a pedofilokhoz hasonlította az azonos nemű örökbefogadó szülőket, másrészt közölte, hogy az a homoszexuális nevezheti normálisnak magát, aki elfogadja, hogy nem egyenrangú heteroszexuális társaival. Megjegyzésével olyannyira kiverte a biztosítékot, hogy egyből felrobbant az internet, több neves közéleti személy és politikus ítélte el a szavait. A Budapest Pride pedig adományozásba kezdett. De nem állt meg ennyinél a történet, az IKEA a néhány órája ugyanis megosztott egy posztot. Amiben felhívta a figyelmet az egyenlőség és az elfogadás fontosságára, a posztot rövid idő alatt több ezren lájkolták. Nem vagyunk benne biztosak, de talán ez az első alkalom, amikor egy külföldi Málti kiáll a kormánnyal szemben. Reméljük, nem áll meg ennyinél a dolog, és elkezdik végre felelősségre vonni ezt az ocsmány fasiszta csülhét.